Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket a TV készülékek mellett, Hangvilla, újra Hangvilla. Egy gyönyörű ötös sorozat után, amikor is a jazz zenét és egy kiváló zenekar segítségével a jazz zenében megjelenő hangszereket jártuk körül, foglalkoztunk velük, próbáltuk egy kicsit bemutatni Önöknek, hogy pontosan hogy is néz ki a jazz zene, mint műfaj, zenei műfaj, és ezen belül pedig egy-egy hangszernek, talán emlékeznek még rá a dobnak, a basszusgitárnak, a gitárnak, vagy éppenséggel a zongorának, és aztán végül is az éneknek milyen szerepe van. A Gozsió Művészeti Szakgimnázium tanári zenekara volt állandó vendégünk az elmúlt 5 adásban. Ők mutatták meg egyrészt, hogy mire képesek, másrészt pedig ugye azt, hogy mit is funkcionál, funkció szempontjából mit tölt be a zenében az ő hangszerük egyen-egyenként. Ez a középiskolai oktatás része volt a gimnáziumban, a mai nap folyamán pedig nagyon kedves vendégeinkkel az alapfokra fogunk koncentrálni. Egy folyamatos, egy sorozat az, amit most elindítunk, hiszen az előző 5 adásban is szinte mondjuk úgy, hogy körbejártunk egy témát, na most ebben a következő terveink szerint 3 adásban is egy történetet fogunk körüljárni, de nagyon izgalmas lesz, izgalmas, szinte mondhatom, utazásra hívom majd Önöket. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban kedves vendégeinket. Hát mondhatnám azt is, hogy a kis családot, akikről majd kiderül, hogy nem is olyan kis család, mert szép nagy család. Úgyhogy Józsi, engedd meg, hogy Andival kezdjem először is. Természetesen. Kis Józsefné Andi, aki hát gyakorlatilag a Gozsió Művészeti Szakgimnáziumban az alapfoknak az igazgatójaként dolgozik. Illetve te pedig kis Józsefként ülsz itt velünk, a Gozsió Művészeti Szakgimnázium, segíts nekem miatt. Zenei tanszak vezetője, így van. Így aztán a kis család egy kisebbik része ül itt velem szemben. Azért mondom a televízió nézőknek oly sokszor ezt, hogy kis család, meg egyáltalán, mert ma bár nem családbarát magazinunk, hanem Hangvilla című magazin műsorunk jelentkezik, de én úgy gondolom, hogy a családról kell, és rólatok kell először beszélgetni, hogy a sorozat minden televízió néző számára érthető legyen majd. A Gozsió Művészeti Iskolában tevékenykedtek most, de ebből a pontból eljutunk majd egészen Izlandig. Nagyon érdekes lesz ez a beszélgetés, szóval szervusztok még egyszer, szeretettel köszöntelek benneteket. Szervusz, köszöntöm mindenkit, a nézőket. És azt is mondjuk el, hogy zenélni is fogtok. Rengeteg zenei bejátszást fogunk produkálni majd ebben a sorozatban, de akkor kezdjük először is azzal, az alapvető kérdéssel, hogy ti magatok hogy találkoztatok a zenével? Józsi, jó, Andi, hát akkor teljesen minden. Családi kérdés. Megbeszéljük meg. Hát gyakorlatilag nekem nem volt nehéz dolgom, sőt, úgy is mondhatnám, hogy választásom se volt, mert az én családom felmenőileg szinte mindenki zenész, unokatestvérek, énekes, jazzzenész, zongorista, stb. És bár akartam én lenni mozdonyvezető, meg focista, még talán mesterlövész is, de ugye a család ezt kvázi nem az, hogy nem engedte meg, de belerázottam, beleszoktam ebbe a zenész közegbe, és hát nyilvánvaló volt, hogy én is édesapám, illetve a család nyomdokaival lépek, és először billentyűs hangszeren, majd ének tagozaton folytatom a pályafutásomat, úgymond. Tanszakvezetőként a Gozsió Művészeti Iskolában zongorát és éneket tanítasz. És éneket, így van, ugye? Így van. Alapfokon, tehát ezt azért mondjuk ki nagyon gyorsan, bár arról majd, hogy mit jelent az alapfok, és egyáltalán kiket is oktattok alapfokon, majd a következő műsorban fogunk beszélgetni, de azt jó, hogy tudjuk az elején, hogy alapfokon oktatjátok te konkrétan zongorára és énekre így a diákságot. Menjünk tovább. Hát az én családom nem igazán zenész család, bár a férfi tagjai elég jó kis hangi adottsággal vannak megáldva, voltak megáldva. A hölgyek, ők mondjuk tanulhattak egy kis zenét. Uh-huh. Tehát harmonikára gondolok, az édesem harmonikán tanult, a nagymama zongorázni tanult, tehát abban az időben mondjuk voltak ilyen lehetőségek, bár elég szűkösen. Én tulajdonképpen Dombováron éltem a gyermekkoromat, és zenei általános iskolába irattak be a szüleim, és ott adva volt az egész történet, hogy én éjjel-nappal a zenéről szóltunk, természetesen hangszert is választottunk, én rendkívül szeretem volna zongorázni, de anyukám azt mondta, hogy a kétszobás panelba hova fog itt egy zongora elférni, úgyhogy keresett nekem egy jó kis hangszert, így lett a hegedű gyakorlatilag a társam. Többször elhagytam, de azért valahogy mindig visszakanyarodik felém, úgyhogy többször elhagytam, igen. Mással igen. Mással próbálkoztam, hát utána, tehát amikor majd a főiskolára bekerültem, akkor a vezénylés lett az én
Hát igazán szívem csücske, az mélyen benne van. Igen, igen, kórusokkal foglalkozni, az lett tulajdonképpen az én pályámnak a vonala, arra épült, és ahhoz tartozott az összes többi minden terület, ami hozzá kapcsolódott még. És a zenei általános iskola után Szentendrére költöztünk, akkor ott egy másik fajta zenei életbe csöppentem bele, tehát a addig megszokott kórus életet felváltotta egy zenekari élet, ott a Vujicsics Tihamér Zenei Iskola vonózenekarába kezdtem el tevékenykedni, és hát nagy élmény volt Svédországba eljutni 80-as években, az ritka dolog volt akkor, és hát örökre a rabja lettem azért az északi világnak, valószínű, hogy ez onnan is érkezik. Aztán érettség után, hát én külkereskedelem felé szerettem volna menni, de valahogy a zene úgy döntött, hogy hát gyere csak te vissza szépen, és végül is így kerültem Szombathelyi Főiskolára, ének zenekarvezetés szakra, ahol is találkoztunk. Szépen szerkesztitek a műsort egyébként, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy azért ugye Dombóvár, te mit mondtál, hol születél, József? Én Enyingen születem, Polgárdi vagyok egyébként. Egy picit odébb van egymástól két történet, de akkor ezek szerint a zene hozott benneteket össze, ugye? Jól sejtem, van, jól értem? Van, gyakorlatilag a főiskola, hát ugye mind a ketten én a zenekarvezetés szakra mentünk, bár én nagyon tiltakoztam az ellen, hogy én tovább tanuljak, mint az előbb is említettem, minden más akartam lenni. Aztán a zene azért csak irányított, elindultam volna a hangszerész irányba, aztán orgonaépítőnek, és... Orgonaépítőnek? Igen, igen, az volt a nagy tervem utána. És katonaság alatt fordult meg gyakorlatilag, egy pálfordulás történt, és utána felvételiztem Szombathelyre a Berzsenyi Dániel tanárképző főiskolára, ahol összeismerkedtünk Andival, és az érdekessége a kapcsolatunknak, hogy nagyon-nagyon jó barátok voltunk. Uh-huh. Tehát ezt szinte tudni... mindenhova együtt jártunk. Most azóta ez változott? Tehát ott egy nagy családként éltünk tényleg. Nem csak a saját csoportunk, hanem a tanszakunk is. Aha. Nem volt olyan nagyon sok zongora a tanszakon, viszont olyan tantárgyakat tanultunk, amihez elengedhetetlen volt a zongora. Tehát egyszerűen be kellett osztanunk. Nagyon sok olyan csoportos foglalkozásaink voltak, tantárgyakból kifolyólag, hogy egymásra voltunk utalva. Tehát mi gyakorlatilag szószlint együtt éltünk. Ezt úgy lehet érteni, hogy reggel 6-kor nyitott a főiskola, mi ott voltunk, egyikünk leült a zongorához gyakorolni, a másikunk hozott két-három széket, radiátor elé lefeküdt aludni, gyakorolt, aztán csere, egy kávé, és aztán csere, és akkor 8 órától előadások, mondjuk így este 6-7-ig, attól függ, hogy hogy alakult, és este 10-ig gyakorlás volt. Tehát ez erről szólt. Uh-huh. Úgyhogy volt alkalmunk bőségesen megismerni egymás mindenféle történetet, sőt, egymás dolgaiba besegíteni, olyanok is voltak. És ez egy szép időszak volt nagyon. Aha. És ez egyszer csak szerelemmé bimbózott? Vagy ez, hogy nem? Valami közös zenemű? Hát valami ilyesmi lett. Hát igazából érdekes maga a sztori, mert ezt mindig viccelődtünk ezzel, hogy mindig mindenhol együtt láttak minket, és emlékszem, ott mentünk az egyik ilyen bútor áruház mellett, és a tanszék vezető is ott volt mellettünk, valahova mentünk itt csoportilag, és akkor ugye elkezdtünk egy poénkodni, hogy na, akkor a fürdőszobába ezt a zuhanytálcát, meg ezt a mosdókagylót terveznénk, képzelnénk. És akkor el, én csak. Igen, ezen úgy meglepődtek, és kikerekedtek a szemek, és akkor valószínűleg innentől indult el maga a kapcsolat, úgyhogy már nem csak barátság volt. És most már egy gyönyörű, szép nagy család vagytok, még akkor is, hogyha a jelző az kis család, de mondjuk ki nyugodtan bátran, egy szép nagy család. Mindjárt erről is beszélgetni fogunk még, hiszen nagyon fontos, hogy ti aztán egészen konkrétan céltudatosan viszitek a gyerekeket a zene irányába, és Hangvilla című magazin műsorunkban azt gondolom, hogy fontos a zenéről beszélgetni. Úgyhogy most nem csak beszélgetünk a zenéről, hanem megnézzünk tőletek egy zenei darabot. Az első dal, amit hallunk tőletek, ez, én azt hiszem, hogy egy minden szempontból egy vallási énekként is szerepel a köztudatban, de azt is megbeszéltük a mű rögzítése közben, hogy aztán ez beszivárgott a popzenébe, rockzenei feldolgozásait is ismerjük ennek a dalnak. Ti milyen formába hoztátok el?
Mi angolul eredetiben énekeltük most, már csak azért is, mert annyi feldolgozása van, mint említetted, hogy maga a nyersfordítás, vagy az úgynevezett műfordítás mennyire hozza vissza az eredetit. Ez a Rise Me Up című mű, igen. És ugye most nyersen lefordítva te felemelsz engem gyakorlatilag. Ugye, mint említetted, ez egy egyházi vallási témájú, de azért is választottuk ezt a dalt, mert úgy gondolom, hogy a mi közös életünk az, hogy mi egymásra találtunk a zene által, gyakorlatilag mi ezáltal felemelődtünk, és valahogy a zene úgy gondolta, hogy mi méltók vagyunk arra, hogy elkapjon minket. Nagyon igen, azért is annyira megfogó ez a dal, mert azért kevesen tudják, hogy vagy nincs talán annyira a köztudatban, hogy azért, ha egy kicsit a magyarságunkra kitekintünk, azért a magyar kultúrában az ősi dolgainkból hozzuk azt, hogy ki az igazi győztes. Nem az, aki megnyeri a csatát, hanem az az igazi győztes, aki az ellenfelét maga fölé tudja emelni. Mert olyan emberi nagyságot tud adni. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ebben a dalban legalábbis számomra ilyen üzenet is jön. És ezt szeretnénk továbbadni mindenképpen, hogy lehet, hogy egyedül gyorsabban haladna az ember, de bármikor elbukhat. És azért, ha van ott valaki, aki segít, és azt mondja, hogy igen, veled együtt haladok, segítem azt, hogy te a legtöbbet magadból ki tud hozni, akkor azáltal mindenki gazdagszik. Uh-huh. És igazán egy olyan emelkedett pillanat, állapot és érzés jön, ami azt gondolom, hogy az embernek, az embert igazán nagyjá tudja tenni. Uh-huh. Sokat beszélgettünk most erről a dalról, szépen föl is vezettük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezután most már csak a dal következhet. Kedves televízió nézők, jöjjön egy olyan felvétel, egy olyan mű, amit egyébként a protestáns egyházi életben nagyon-nagyon sokat énekelnek, így vagy úgy különböző szövegfordításokkal. Mi most, ahogy mondta Józsi az előbb, az eredeti angol verziót fogjuk önöknek elhozni, úgyhogy most jöjjön maga a mű. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! You raise me up so I can stand on mountains.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Te felemelsz, ez a dal szólt az előzőekben, és ezt a dalt láthattuk itt közösen az előzőekben. Hangvilla című magazin műsorunkban, ahol Andi és Józsi a vendégeim, akik ezt a dalt előadták. Nekem volt szerencsém ezt a dalt veletek együtt dúdolni, és én azt a magyar verziót, a Te felemelsz című átdolgozást énekelgettem magamban. Egy csodaszép dalról van szó, és nagyon örülök, Andi, hogy kiemelted, hogy micsoda nagy szükség van arra, hogy jöjjön velünk valaki az úton, aki, hogyha bajban vagyunk, fölemel bennünket. Legyen az egy társ, legyen az egy férj, esetleg egy feleség, vagy legyen az maga az Úristen, ugye itt a megváltóról szól az üzenet. Menjünk tovább a zene vonalán. Arról beszélgettünk még a dal bejátszása előtt, hogy egy szép nagy családban éltek. Ugye ebben a műsorban a televízió nézőknek gyorsan mondom még egyszer, vendégeinket szeretnénk bemutatni önöknek, hiszen egy hosszú három részes műsor sorozatra készülünk. Így aztán beszéljünk a gyerekekről, beszéljünk a családról. Beszéljünk azokról a gyerekekről, akik, mint kiderült, például a távoktatásban is gyakorolják a zenét. Zenetanárként, zenepedagógusként hogy boldogultak a gyerekekkel otthon? Elfogultak vagytok velük? Hát végül igen, elfogultak vagyunk velük, mert tehát ők azt látják, hogy mi szívvel, lélekkel, teljes gőzzel dolgozunk otthon, és próbálunk mindenhol a legtöbbet kihozni ebből a mostani helyzetből. Ez nem egyszerű senkinek sem, és azt gondolom, hogy egyrészt mély tisztelet az összes szülőnek, aki ott áll a gyereke mögött, és nyilván ez azt is feltételezi, hogy meg tudja oldani, hogy otthon legyen a gyereke mellett. Természetesen aki dolgozik, az ezt sokkal nehezebben valósítja meg. De az elkötelezettség nélkül ez az időszak rendkívül nehezen átvészelhető, vagy nehezen lehet ezután tovább menni. Minden tisztelet az összes tanárnak, aki megpróbálja a legtöbbet valóban kihozni. Uh-huh. És addig kutakodik, amíg ha ez a platform nem jó, akkor másikat keres, más módszerekkel próbálkozik. Az a lényege, hogy a gyereket meg tudja szólítani, meg tudja tartani, és tényleg valóban ez egy olyan időszak maradhasson, amire utána a következő dolog, a következő időszak fel tud épülni. Uh-huh. Mert mindig hát vannak persze tanulások belőle, hullámvölgyek, hullámhegyek, de kell, hogy ez így maradjon. Úgyhogy a mi gyerekeink ezt látják, és nekik ugyanez a történet. Egyik szobában egyik óra folyik, a másik szobában másik óra folyik, a garázsban a dobóra folyik. Igen. Úgyhogy foglalkoztok egyébként külön a gyerekekkel? Tehát mondjuk nem tudom, én a saját említettük, hogy Csorba Péter, aki ennek a műsornak volt már vendége, kiváló dobos tanítja például a gyereket dobolni. De foglalkoztok ti úgy magában is otthon a gyerekekkel? Tehát ösztökét kapnak tőletek, hogy tessék a zenével foglalkozni? Persze. József, te például tudomásom szerint nem egy-két hangszeren játszol még a zongora mellett, basszusgitározol, különböző egyéb hangszereket megszólaltatsz. Tehát adtok ilyen inspirációt a gyerekeknek? Konkrétan nem erőltetjük rájuk az akaratunkat, és mi legalább úgy érezzük, lehet, hogy ők máshogy, de azáltal, hogy tényleg folyamatosan azt látják, hogy mi megyünk előre, csináljuk, ezáltal ők is ezt a magukénak érzik. Kicsi nagylányunknál könnyebb mindig a helyzet, mert ez így van. Ő nagyon tudatosan felfogja ezt, és teljesen a gyakorlás magánúton csinálja, nem kell úgymond noszogatni. Hát a kisfiú egy kicsikét nehezebb, hát fiú eleve. De megteremtjük a közeget, tehát van egy otthoni közeg, amiben ők tulajdonképpen fejlődhetnek. Tehát nem... Tehát megvan a határ, hogy innentől idáig, tehát ők látják, és azon belül a saját mozgásterüket ők már kialakítják. Uh-huh. Tehát családi zenekarunk van. Igen, mindenki megtalálja a saját maga helyét és szerepét. Családi zenekar? Családi zenekar. Mutassuk be a családi zenekart. Hát a családi zenekar az gyakorlatilag a családunk, a bátyám, mi gyerekeink, a hugom, az anyukám. Úgy néz ki, hogy van egy úgynevezett kisek zenekar, miért is ne. És az én kicsi fiam... Sokat gondolkodtatok ezen. Nagyon, igen, mi legyen az zenekar? Kicsi fiam dobol, most 12
2,5 éves, uh-huh. 7,5 éves volt, amikor először az István a királyt végigdobolta, jó nem az egészet, egy ilyen 50 perces snittet. Uh-huh. Kicsi lányom gitározik és billentyűzik, bátyám gyerekei a nagyobbik szológitáros, a kisebbik basszusgitáros, feleség hegedül, megénekel, a bátyám fuvós, megénekel, a húgom veszi akkor az énekkart, meg szólózik, az anyukám is szólózik, tehát ilyen a sógornőm, ő is énekes, szoprán szólista. Tehát gyakorlatilag az egész család össze. És a koma család is hozzá? Ja igen, a koma család, a rokonok, a kereszt gyerekeink, illetve az ő apukája. És itt teljesen összeáll egy úgymond önálló művészet, hogy úgy mondjam. Ha viccelni ahol... akarnék, azt mondani, összeáll egy évfolyam. Hát belegondolunk, a Gurzon Művészeti Iskolában sokszor egy-egy tanszakon nincsenek ennyien. Igen. És van egy énekkarunk, egy vegyes kar, uh-huh. ami ugye csapódik hozzá, hogyha vokálozni kell, hát vagy esetleg a István a királyba, ugye a népet ők testesítik meg, és hála jó Istennek, ez ugye ez tetszik a népeknek, hogy egy család hoz össze egy ilyen dolgot, és nekünk is igazából. És hát az énekkarunk az egy 100 éve működő élő közösség. Tehát a kötelezettség és a felelősség azért itt van. Egy 100 éves énekkar tagjai vagytok? Igen, meg is látszik, gondolom. Nyilván nem 100 éve, persze. Hát dalárdaként kezdődött az 1900-es évek elején, és gyakorlatilag, tehát mi megkaptuk a feladatot az ősöktől, és nekünk ez szent út és kötelesség, és szívünk világa, hogy ezt közvetítsük. És találtunk egy másik családot magunknak, a Gózim családot, és ez teljesen természetes, hogy ez így együtt működik. Hát én a magam részéről azt kell, hogy mondjam, nagyon elszaladt az idő, rengeteg jó dologról beszélgettünk. A végét, a beszélgetés végét, illetőleg ennek a műsornak a végét egy dallal fogjuk bezárni, de annyi szép gondolatot kaptam most tőletek, hogy csak egyet hadd merítsek, ugye itt a család és az összetartás, amiről beszélgettünk. Hát én azt remélem, hogy a család összetartja majd ezt a hosszú sorozatot, amire készülünk, hiszen még 2 adásban fogunk veletek beszélgetni. Ma szerintem talán egy picit sikerült benneteket bemutatni a televízió nézőknek, ez a mi reménységünk. Aztán majd 1 hét múlva beszélgetünk az alapképzés kérdéseiről. Most egy picit megpróbáltam mindennek megágyazni a ti gyerekeitekkel és a ti családotokkal, hiszen ott is egyfajta alapképzés zajlik még talán. 1 hét múlva arról fogunk beszélgetni, hogy miért fontos a gyermekeket időben elkezdeni érzékenyíteni, már kisgyermekkorban esetlegesen a zene felé terelgetni őket. És aztán a harmadik részben, a beszélgetésünk harmadik részében pedig elmegyünk Izlandra, hiszen nektek Izland egy nagyon fontos állomás volt az életetekben, talán nem titok 8 évnyi nagyon fontos időszak. Kedves televízió nézők, a búcsú előtt, még mielőtt elköszönnék önöktől, meg kell kérdezem, hogy mi lesz a dal, a második dal a mai műsorban. A dal címe Szabadnak születtél, ezt most kivételesen magyarul fogjuk előadni. Majd a harmadik adásnál fog igazából kiderülni, hogy miért is választottuk ezt a dalt. Szöveg adja magát. Kedves televízió nézők, 2 hetet kell várni arra, hogy kiderüljön, hogy miért ezt a dalt választották vendégeink, 1 hetet pedig a következő adásra, úgyhogy pontosan 1 hét múlva hívom, várom önöket, kedves vendégeimmel, akiknek nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést. A televízió nézőknek köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk 1 hét múlva is. Akinek tartod magad,
Ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek. Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemet. A Kölcsei és Vörös Martin nyelvén szól az éneked. A nagy világon e kívül nincs máshol helyed. Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add fel a szíved mélyén élő szép reményeket. Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabad madár, érted is szól a harang már. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Akinek tartod magad még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Sose feledd, hogy szabadnak születtél. A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.